hívják. Livingston, Joe! Szia András! Hogy megy a játék? Jól kezdtem, aztán volt, fölmentem ilyen 16 ezerre körülbelül, aztán volt egy rosszul elsült négy bet blöffem, és azóta megy gyakorlatilag semmi lapom nincsen, ha néha open raise-elek, akkor egy kis srácok mindig de 3 betel, úgyhogy azzal még nagyon deepek vagyunk, hogy visszatologassam rájuk. Úgyhogy most egy 8000 pár száz körül állok. Arra a srácra gondolsz, akit kettővel arrébb igen, Majka is panaszkodott rá. Nem tudom, hogy ennyire jó lapjai vannak folyamatosan, vagy ennyire jól blöföl, hogy érzi, hogy kinél mi van, de tény, hogy nem nagyon veszít potokat. Ha egy kicsit jobb lapjaim lennék, akkor azért én is jobban tudok nyomást helyezni rá, hogyha több zsetonom lenne. Partiban vagyunk. Egy emelés, András emelni fog. Lássuk, mit lép a állandó emelő játékos, nem? Majka is dob. És egy ilyen team player, unibettes ül a buttonen, ő biztos egy szponzorált játékos, ő is dob. Kisvak is. Lássuk, mit tesz a nagyvak. És dob. Amúgy Andrásnál ez Bobi egyszínű volt. Meghoztuk a szerencsét, bár valószínű örültél volna egy kalnak. Hát, ja, igen. Elég feszes a srác, szóval nem tudom, mi lett volna, ha 3 betel. Mert valószínűleg visszatoltam volna rá, mert már azért elég sokszor emlek az ő bakjára direkt, ugye, mert hogy elég feszes, meg a másik is. Úgyhogy, de az a baj, hogy előről kell emelnem, legtöbbször lap nélkül, mert az ő bakjaikra, mert a másik több is látszok az 3 betel. Akik most így 3-4 mögöttem vannak, ők mind ügyesek. Majka is ott van azért, szóval is most már lassan visszafogja tolap. Mondhatjuk, hogy rossz a pozíciód az asztalnál. Sok sikert kívánunk, nem akarunk tovább feltortani, mert... Sziasztok!